Sziasztok! Ági vagyok, az Ürömlány, ez pedig itt a Kiborító. Minden olyan témát kiborítunk az asztalra beszélgető társammal, Szilágyi Miklóssal, amit elénk vet a LinkedIn, és szerintünk izgalmas. A véleményünk nem minden esetben egyezik, amit mi kifejezetten élvezünk. Vállaljuk az összes utaságunkat, esetlenségünket, tudásunkat és tudatlanságunkat, a véleményünket, ami szerintünk nincs kőbevésve. Mersz velünk jönni így, hogy kiborítók vagyunk? A guru mögötti ember. Szerintem nagyon kevés gurunak látjuk a guru mögötti ember. Az Ósz példája, hogy ki van a függöny mögött. A Simon Sineknél ott is ember van. Nagyon érdekes az a két óra. És rezonál arra, amit mondtál az előbb. Rezonál, ez egy fontos. Tehát nem azért nem öncélúan mondom, hanem rezonál arra, amit mondtál. Valamikor május végéig meg fog jelenni az a posztom, ami a másik nagy veszőparipám, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kirakva. Annyiszor belefutottam, ülj le a mocsárba a másik mellé, és hallgass meg, hogy ő mit szeretne. Nem tudom, a te generációd és az én generációm, és ez az egyél. Átkísérem a nénit a zebrán. Nem akartál? Nem baj. Én már átkísértem. Most kanyarodok feléd, viszek madártejet. Otthon vagy? Nagyon cuki vagy, hogy gondoltál rám, nagyon, de hogy így se otthon nem vagyok, meg lehet, hogy tejallergiás is lett, tehát hogy kérdezz már meg, mint hoztam neked virágot, és mondjuk nem vágott, hanem töves, és azt mondják, hogy nagyon jó, csak nálam kipusztul az összes, mert hogy nincsen időm gondozni, de nagyon kedves, tényleg nagyon kedves vagy. Tele vagyunk ezekkel a magunkból kiindulással, és nagyon nehéz áthelyezni magunkat a túloldalra, hogy a másiknak mi lenne a jó. Igen, az érdekes volt, a gyereknevelés szempontjából nagyon érdekes volt, mert ott jött ez elő a múltkor. Most rögtön erre a hozzászólásra is visszatérnék, minden-mindennel összefügg, hogy amikor kokit ad a tanár a gyerek fejére, egyetlen egy helyzetet tudok elképzelni, amikor éppen olyan életveszélyes helyzetben van, hogy ha nem ad kokit, akkor ott hal meg a gyerek. Mind a két gyerekem olyan lakásba érkezett, ahol se konnektorvédő, se sarokvédő, semmi nem volt. És nem is akartam. Megmondom őszintén, a fiamnak azt mondtam, hogy belenyúlhatsz a konnektorba, de és nyilván olyan élethelyzet volt, hogy ő már értette azt, hogy milyen az, amikor szeparációs szorongás van, és nem lát engem soha többet. Ha belenyúlsz abba, soha nem fogsz többet látni. Soha. Nem fogsz tudni visszajönni se. Én se érted. Nyilván nem a félelmet akarom beléjük ültetni, vagy abba nevelni őket. A lányom ugyanez. Ha odamész, és hozzányúlsz, tűz, úgy meg fog égetni apám, hogy be fogsz menni a kórházba, és majd nyomkodják beléd a tűt, amitől meg tudom, hogy félsz. Soha nem kellett bababarát semmit csinálni, mert hogy ezek a gyerekek valahogy elkezdték tisztelni ezeket az erőket, meg tereket. Pont azért, mert látták, hogy én is tisztelem, vagy azért, mert így mondtam, nem tudom. Nyilván, amikor van egy 40 fős osztály, meg egy 30 fős osztály, vagy egy ebédlő, ahol vannak 120-an, akkor igen, van az a helyzet, amikor odaordít, amikor odaüt. Azt is el tudom képzelni, hogy amikor úszást tanítanak, akkor az az edző üvölcsön, mert én lehet, hogy kint úgy élem meg a parton szülőként, Kovács úrcs, hogy üvöltenek a gyerekemmel, a gyerekem viszont a vízbe van, és mind a két füle víz alatt van, és ha nem üvöltenek vele, akkor bele fog fulladni. Egy csomó ilyenben nem megyünk bele, nem gondolunk bele, és már megint a belegondolásom vagyok meg a túloldalon, hogy csak egy kicsit kéne odafigyelni. Hát igen, ez a figyelem, tehát eleve, tehát mindenre figyelni, és meg is kérdezni, hogy mit akarsz, meg nem. Oktrojálni azt nagyon nehéz. Tehát az ember másokkal kapcsolatban mindent lát. Tehát olyan okos mással szemben az ember, a gyerekével szemben, hogy mit kéne csinálnia, és egy része igaz, a konnektorban nyúlás, stb. De mindent annyira tudjuk, amikor már rólunk van szó, az már más, mert ott belejön egy csopó minden a hülye elképzeléseink, meg vágyaink, meg minden, de másnál, ugye egy alapvető, hogy mást a cselekedetei alapján ítélünk meg, magunkat meg a szándékunk alapján. Hát itt kezdődik az egész, hát mert nem tudjuk mi a szándékát, lehet, hogy 600 szándéka volt, és ilyen picivel nyert, amiből a cselekedet lett. Mi magunknál tudjuk, hogy micsoda
vita volt, meg dialógus, meg pró, meg kontra, hogy mit csinálja, és akkor amit csinálok, amögött ott van a vita, meg ott van, hogy mennyire győzött az, ami a cselekvéshez vezetett. De másnál, hát úgy ítéljük meg, amit csinált. Na most, hogyha ebbe belegondolunk, hogy a mi cselekedeteink mögött mennyi antagonisztikus, egymással ellentétes drive van, amire az az egy, az győz, ez egy verseny, ez olyan, mint a hímivar sejtek csatája, hogy ki lesz az első. Tehát ez egy csata, és ráadásul magunknál még azt is tudjuk, hogy az győzött, de nem annak kellett volna győznie, bazd meg. Ezt se bocsátjuk meg másnak, hogy visszavonhassa, hogy azt mondhassa, hogy bocsánat, hogy módosítson. Azt csinálta, kész! És akkor ilyen ember. Ez van mögötte, amit mondasz. Nekem ehhez most hozzáfűzni valóm van. Az egyik az az, hogy itt is beszokott jönni ez a victim blaming, és erre is tök érdemes odafigyelni, amikor engedem, hogy a másik bocsánatot kérjem, de a másik mondjuk azt mondja, hogy bocs, hogy ilyen szomorú lettél. Tehát nem az igazi vállalja a bocsánat, a felelősséget. genuine bocsátkérésre gondolok. Tehát És ami nyilvánvaló, hogy őszinte és a magára vonatkozik. Bocsánat. most dicsekedni fogok 43 évesen, de sikerült egy olyan mondatot kapnom életemben, aminél szerintem szebb így nincsen, mert hogy volt egy olyan szituáció, amiben úgy éreztem, hogy hirtelen valaki úgy megbántott, hogy nem látta ő sem, hogy milyen triggereket fog meghúzni. Én nyilván szóltam, hogy triggereket húzott meg, és hogy most egy kicsit visszalépnék, lenyugtatnám az idegrendszeremet, kicsit átgondolnám, megnézem, hogy bennem mik zajlottak le, miért ez régisebb, mostanisebb, mit tudok vele kezdeni, hogy tudom átkeretezni, és aktívan utánam nyúlt, tehát ne, és nem az volt, hogy jaj, ne legyél már szomorú, meg jaj, ne már, hanem tényleg ez a mit tudok tenni, ő leült mellém az esernyővel, miközben esett az eső, és azt tudta mondani, hogy nagyon-nagyon sajnálja, hogy ledobott a szakadékba. Kinyúlt értem, és azt mondta, hogy de akkor most hogyan tudunk kapcsolódni utána, és ez annyira ritka, annyira hálás vagyok, hogy ezt így megkaptam, átélhettem életemben először, hogy az, ami elképesztő. Még a saját szüleimtől se kaptam. Nem is tanultam ilyet. Tényleg ritka az, hogy valaki ne azt mondja, hogy hát de te jöttél itt biciklivel, hát de nekem volt elsőbségem. Volt. Színűleg ez olyasmire vezethető vissza, hogy nem vagyunk elég jók, ha hibát csinálunk. Ha elismerek valamit, akkor egy luk lesz rajtam, vagy nem tudom. Ugye ez business coachingban vagy coachingban mennyiszer előjön, hogy a vezetőnek, ugye kérem, köszönöm, bocsánat, ne legyenek tiltó listán ezek a szavak. És nem csak a szavak ne legyenek tiltó listán, hanem a mögöttük levő genuine gondolat, tehát igazi, eredeti gondolat se. Tehát ezeket merjük gondolni, mert akkor onnantól már talán nyert úgy van, hogy ezt elég is lehet mondani. 5647-szer esünk el, mielőtt kijövünk a 6000-ig. Oké, okay, most sikerült az első lépcsőfokra fölmennem. Baromi kevesen néznek mögé. Én azt mondom, hogy most egyre többen fölvállalják ezt, hogy mennyit buknak, mielőtt sikerül egy-egy projekt, vagy nagyon, vagy kevésbé, de hogy sikerül valamennyire. Nem látsz olyan LinkedIn bejegyzést, ahol a régen azt mondták, hogy a vörös farok, tehát a szocializmusban úgy kell befejezni a regényt, vagy novellát, vagy filmet a vad részében az 50-es években, hogy győz a jó. Amerikaiaknak ez természetes, hogy győz a jó, de nálunk a magyar íróknak nem volt természetes, és akkor vörös faroknak hívták. Nem találsz olyan posztot, ami elmondja, hogy most szarul vagyok, mert rosszul is csináltam, meg nincs is. Olyat találsz, ahol kivárják azt, hogy már jó legyen, kikerüljenek az évből, és már nagyon jó, már üzlet is megy, meg minden, de hát ilyenek voltak előtte. És ez is valami, de tömegek vannak ott mögötte, akiknek nincs meg a másik fele. Én se írok ilyen posztot. Tehát én értem, hogy azt szokták mondani, hogy csak a dicsekvés van, meg a konferenciák, meg a szép ruhákban a New York kávéház, meg mit tudom én, akkor van ez a következő, aki nem az, hogy csak dicsekszik, meg azzal, hogy szép, meg szép ruhája van, meg hogy ki mindenkivel van együtt, meg ki mindenkivel tud fotózkodni, hanem nézzétek az utamat, a hősök útját, bemutatják a hősök útját. A hősök útjába belekötnék, mármint, hogy nem belekötnék, hanem frazíroznék egy kicsit. Attól függetlenül, hogy nem hiszek a szerencsében, azért egy csomó teremtő varázslatot csinálok el. Erről beszélgettünk ma.
És ezek között ott van a tarot is, és vagy taró is. Inkább ilyen intuitív célokra használom. Ott szoktam ilyen közösségekben tanulni, és ott szokták azt mondani erre, hogy mondtad te most, milyen hős, a hősök útja. Ami sokkal frazírozóbb és sokkal szebb, és én ezen vagyok éppen, ez a Wounded Warriors, amikor odaállsz, és azt mondod, hát igen, milyen szét van kaszabolva a hátam, túléltem, jövök, mert ez a hősök útja, ez a nagyon amerikai, nagyon amerika kapitány. Az amerikai volt, az Ezerarcú Hős a című könyve jelent meg magyarul, azt hiszem csak. Az azt mondja, hogy a mítoszok azok mind tulajdonképpen egy monomítoszban hisz. És azt vezeti le. Nem azt mondja, hogy bárhonnan véve, Dél-Amerika, Afrika, akárhonnan véve, meg lehet találni, hogy mik a közös vonások, és a hősök útjának, annak van egy, vannak, mit tudom én, nem tudom hány, 9-10 ilyen állomása, és akkor végén, hogyha legyőzte a sárkányt a barlangba, egyik történetben aztán sok minden lehet, akkor kijön, és akkor elhoz az elixírt a világnak. Nem azt mondja, hogy minden mítosz végigmegy minden egyes ponton, hanem azt mondja, hogy minden mítoszt valahol be lehet illeszteni valahány ponthoz. És ezt vezeti le rengeteg könyvön keresztül. Ez egy keret, ez egy magyarázó séma, amiben lehet vitatkozni. De nagyon érdekes. A taróról jut eszembe, hogy volt egy másik beszélgetésem is nem a Szókratésszal, hanem egy könyvtárossal. Ez a karakter pont AI-ba, akkor egy könyvtáros avatar. Megkérdeztem, hogy Jung és Taró, tehát könyvet mondjon nekem Jung és Taróra, és arra nem tudott mondani, de azt a Hodorovskit mondta, Alexander Hodorovskit mondta, aki eredetileg mexikói, de francia, meg mit tudom én, aki egy fantasztikus filmrendező, nem tudom, hallottál-e róla, a Szenthegyről például. És ő, neki Taró könyvei is vannak, sőt, ő utána ment, hogy melyik az eredeti Taró szerinte. A taró deck, a taró kártya, az a Marseille. És ő a Marseille kártyát azt egy vagy két könyvben gyönyörűen levezeti, és a könyvtáros nő nekem a Hodorovskit mondta. A Hodorovskit azt tudom. A tarót a Hodorovski sem jóslásra használja, hanem a karaktert, valakinek a karakterét segít felrajzolni. Nekem ez az értelmezés nagyon tetszik. Éppen a napokban gondoltam arra, mert melyik három kártya, valamiért három kártya, nem húztam ki, hanem hogy melyik jut eszembe állandóan. Hát a full, egyértelműen, a bolond, a hermit, a remet, a lámpával, és ott a harmadik a world, ugye a négy állattal, a teljesség, az utolsó kártya. És valahol ez a három kártya, ez nekem egy ilyen ívet rajzol fel. Neked van ilyen kártyád a taróban? A fő kártya, a 22 kártya közül. Hát nekem az a tower, ez aha, a... lerombolás és újraépítés, változás, igen. Van egy szerencse, azt nem szereted, a kerék. Nem, ő nekem nem áll közel, inkább a nap, és a másik még, ami így, nem, kettő jött még be, nyilván a lovers, ami nekem a döntés, ugye, mondják, hogy a lovers kártya az a döntés kártya. Igen, mert kettő közül dönt, igen. Igen. És három a magyar igazság plusz egy ráadás, az utolsó az pedig az, amikor az angyalok a kinyilatkoztatás a judgment fölülről, de ez nem az a justice, hanem a nem a mérleges justice, hanem amikor fölülről trombitálnak az angyalok. Visszatérek a napi rendi pontjainkra, mert a gyereknevelésben voltunk, ami mindig izgalmas téma, ott voltunk, hogy koki vagy nem koki, és ott voltunk, hogy átküldtél nekem egy olyan YouTube-ot, ahogy így azt mondtam, hogy most lőjetek agyom. Aki gyakorlatilag patriarchális társadalom által meghozott poroszos fasságokat tolja, elég nagy sikerrel, mint mondtad. A témát egy picit meg fogom védeni azért. Tehát... Jó, az, amit jó, most igen. Elhoztál nekem, ez a egy pofon még nem a világ vége. Igen, és akkor most itt vagyunk, hogy mikor... ütök oda a gyerekre, vagy mikor most nem. Nincs tisztelete a szülőknek sem, meg a tanároknak. Ez most már általános. Nehéz szülőnek lenni ma, és nehéz tanárnak lenni. És erre mondott te azt, és ebben igazat adok neked, hogy a tiszteletet ki kell érdemel. De ez valahonnan el kell, hogy induljon. A szülőnek meg bizalmat kell adni, meg a tanárnak is bizalmat kell adni. Tehát van valami előleg. Ezt ma írtam is neked, hogy valami előlegnek kell lenni.
az ennyire szabadon engedett gyerekek, ha nem egy ilyen nagyon végig gondolt és nagyon szülői támogatást nem kapnak, amilyenek a tieit, hogy azért fel is készíted őket. Hanem tényleg csak az van, hogy kicsapják a gyereket, most már nem az utcára csapják ki, hanem az iPad-hez, meg a telefonhoz csapják, a televíziós csapják oda, és nincs meg ez a plusz, amit te kisgyerektől kezdve, a másfél gyereknek mondtad, hogy akkor nem fogunk találkozni. Akkor baromi nagy pofára esés lesz, amikor kikerül az életbe. Mert az életben ott harc van, ott nincs mese, ott a munkahelyen, a lányokért, fiúkért, ott egyfajta harc van. Hát most nem szeretem a katonai hasonlatokat, tehát lehetne valami mást is mondani, de hogy mondjam, tehát ott majd nem fogják tutuljgatni. Ez egy érvényes megállapítás, hogy neki se jó az, hogy ennyire nem foglalkoznak vele. És szerintem ebbe te is egyetért, sőt velem. Abszolút. Az, hogy a tanár is lehetőséget kapjon, hogy verhesse a gyereket, hát az hova vezet? Tehát, és akkor elmondanak történetet, és van egy az ő falujában, amit a tanár írt, egy nyakleves, nem tudom, nyakleves filozófiája, vagy valami, egy könyvet, egy kis könyvet ír. És mind a, nem tudom, 22 vagy 12 fejezet, hogy el tudom képzelni, egy-kettőn én azt mondanánk, hogy nem már, de egy csomónál azt mondanánk, hogy ez egy olyan tanár, önazonos tanár, tudja, mit csinál. A tanárnak van önfegyelme, nem szalad el a keze állandóan, hanem tényleg évi egyetlen, nem arról van, hogy állandóan verik meg, hogy agyalapi törése van, meg mit tudom én, hanem van egy példám. Nem tudom, mit csináltam rosszat, 6-7 éves voltam, 56-ban. Szén pincébe voltunk lenne. A Ferenczky út 36-ban a Kilián laktanyával majdnem szembe. Hát a kínálata kiégett. A Corvin mozi, a Corvin köz, az tőlünk egy utcányira volt, az ülőút volt köztük. A szénpincébe laktunk. Hát nem sokáig, de laktunk. És valamit a szénpince volt folyosóján, ott biztos hisztiztem, nem tudom, hisztizni ma is tudok egyébként. És akkor a anyám valahogy megfordult, tehát a fordulásból kaptam egy pofont, hogy kiesett az egyik foga. Utána nem volt probléma velem a pincében. Annak valószínűleg volt ott helye. Az egy nagyon különleges helyzet volt, nem tudom. Én is tudtam ilyet mondani, de nem tanár. Tanár az nem. Tanár soha nem ütött, soha nem emelte rám a kezét. Meg az anyám se. Az apám, még ez apámat elmesélem, az ami rosszat csináltam, de ő ezt nem érezte magáénak ezt a történetet. Volt valami bot nála, nem tudom, ilyen fáról való, a Ferenczky úton, nem tudom, honnan szerezte. Ilyen nagyon nyugodt ember volt, és így mondta, hogy nem kellett volna minden. Csak vártam, hogy fejezze már be, és akkor ütött a fenekembe hármat, és az egész nem ért semmit. Semmit. Alatta se, utána se, nem is fájt, mert nem érezte a történetet magáénak. Egy érdekes dolga fejezi be az a tanár, és oké, hogy nem lehet bántani a gyereket, értem. De jó lenne, ha kitalálna a pedagógia egy olyan módszert, ami van annyira hatékony, vagy legalább, vagy megközelíti annak a hatékonyságát, mint amikor egy önazonos, önfegyelemmel rendelkező, igazi ember, akár tanár, vagy szülő, egyszer-egyszer meglegyintette a gyereket. De mindig az fontos, hogy akkor, amikor történik a dolog. Eleve az apámmal az volt a baj, nem akkor történt, amikor történt a dolog. Az anyám akkor csinálta, amikor történt. És nyilván nem akarta az anyám kiverni a fogamat. Hát túl közel álltam, vagy nem tudom. Pedagógia, és az most gyorsan ilyen listázás, aztán majd reagálsz, felrezonálsz. Elképesztő, hogy mit tolnak az elritók Nóráék, akik művészeti oktatást végeznek Toldon, hetrenes helyzetű emberekből álló faluban, pályázati pénzből megveszik a házat, felújítják, lásd, lesz benne fűtés, mondjuk lesz benne víz, megtanítják őket, hogy kell tyúkot tartani, támogatják őket, hogy tudnak termelni, konyhakertet vezetni, de már saját lekvárokat raknak el, meg elképesztő, hogy mi, majd nézzél utána, elritók Nóra. Ő jutott elsőnek eszembe, meg te is eszembe jutottál, hogy te hogy motiváltad a gyerekeidet a sporttal, hogy volt nemrég pár éve az Indexen egy olyan cikk, ahol volt egy pedagógus, aki elkezdett futkorászni, ez is valami Somogy, Nógrád, Baz, valamelyik megye, tehát hogy valami lemaradt, elképesztő hely. Tudta motiválni a gyerekeket annyira, hogy elkezdtek futni vele.
És ez is tökre jó. Eszembe jutott a Jócó bácsi világa, mely is a VMNL-n, aki megírta, hogy a tiszteletet baromira ki kell érdemelni, és akkor van esélyed, hogy ez a gyerek elkezd tisztelni, aki nem ad először kreditet, mert hogy ő azt hozza apától, anyától, hogy hát majd mi megmondjuk, meg majd mi odaállunk a Teslával, és oda visszük a féldisznót, és majd mi megmondjuk, hogy te biztos, hogy minimum 10-est kéne, hogy kapjál 5-ös helyet. Tehát mind a két oldalon nem anyagiak vannak mögötte, csak az, hogy eszközöket használnak az emberek, és azt mondják, hogy ez a tanár úgy hülye, meg annyit nem ér meg, mit tudom én. Ami még eszembe jutott, csak egy pofon, nem vagyok olyan szerencsés, mint te, mert hogy én azért bőven kaptam. Nem mondanám azt, hogy megérdemeltem, vagy nem érdemeltem, mert hogy amikor így folyamatosan kapod, akkor egy idő után azt mondta, hogy bazd meg, már megint, már megint, már megint én vagyok előszedve, már megint. Egyetlen egy ilyen vicces családi történet lett ebből, és most ez a szenes pincédről jutott eszembe, mert nyilván ki kell zökkenteni a gyereket, és utána jövök az, hogy én hogy zökkentettem ki ilyenkor egy gyereket. Fölmentünk Egerbe, a minaretbe, engem is fölvitt az anyám, engem a tériszonyost, lehettem olyan 5-6 éves, tehát pici voltam, és ki még az erkére ki tudtam menni, de amikor lefele kellett jönni, és be kellett volna kapaszkodni a lépcsőre, ami már az utolsó fázis, akkor egyszerűen megkapaszkodtam, és azt mondtam, hogy hát én innen azért nem tudnék elindulni. Már éreztem, hogy jön az anyai jótékony pofon, lehajtottam a fejemet, abban a pillanatban a nevelőapám fia, aki éppen akkor behajolt, hogy mikor indulunk, és ő kapott egy akkora büdös nagy maflást, hogy a falatta a másikat. Ez engem úgy kizökkentett, tehát a kizökkentés volt, hogy el tudtam elindulni, de most figyelj, a bátyám nyakában. Ez az ölelés, ez bennem volt, hogy ölelni kéne a bátyámat, aki nem érdemelten kapta ezt meg. És azért nekem is volt ilyen, amikor 19 éves voltam, akkor úgy döntöttem, hogy tele van a szom a mindennel itt Magyarországon, ezért elmentem külföldre. Ez akkor volt a 90-es évek, hogy a babysitter jön, és mivel én egészen jól beszéltem angolul, engem angol dadának vettek föl Katalóniába, Barcelonába, ahol rögtön kettő lányom lett, egy 5 és egy 3 éves lány, és úton volt egy kisfiú, akit megkaptam 2 hetes korától kezdve. De nem tudtam se spanyolul, se katalánul, csak angolul, németül és franciául, úgyhogy mondták, hogy akkor angolul kéne, mert hogy ők direkt azért hoztak engem oda, hogy angolul tanítsam a gyerekeket. Szegény nagylány, kiderült, hogy volt egy olyan fül problémája, hogy nem is hallotta a hangomat, át kellett adni a szobáját, hirtelen beköltöztem a család dinamikába, a kutya se készítette föl szegényt, és ilyen agresszív rohamai voltak, de ezt úgy képzeli, hogy az 5 éves, amikor elindul feléd, hogy és most megharaplak, és ez a... Az első olyan napom volt, hogy nem voltak otthon a szülők se, csak a gyermekem, aki elindult felém, hogy most szétszedlek. És egyet tudtam csinálni, ki kellett zökkentenem, én, aki nem verek gyereket, mert hogy engem vertek annyit, hogy én azt mondtam, hogy nem, soha. És azt tudtam csinálni nagyon nagy jelenléttel, hogy elkaptam a bokáját, és fölemeltem magammal szembe, úgyhogy közben folyamatosan beszéltem hozzá, és mondtam, hogy nem foglak tudni lerakni, csak akkor, hogyha nem harapsz meg. És hogy ne aggódjál meg, majd beszélünk anyával, ha hazajött, fel is tudjuk hívni telefonon, de ha megharapsz, akkor én nem tudom, hogy mit fogok csinálni. És addig tartottam a levegőben, amíg benne volt ez az iszonyat feszültség. Megölelni nem tudtam volna, mert annyira hirtelen volt ez az nem egész, hogy meg idegen voltam, tehát szerintem a megölelem még sokkot is kap. Szerintem ebben inkább a kizökkentés az, ami a kulcs, és ott jössz te, hogy akkor most egy koki, vagy egy atyai pofon, vagy pedig csinálsz egy olyat, amivel kizökkented a gyereket teljesen, és hirtelen akkor így leomlanak a falak, és tud rád is figyelni, mert nyilván a fal mögül van akcióban, a saját falai mögül. Hát ez nagyon, hát hogy mondjam, ez egy nagyon kreatív ötlet, ugye? 7 éves gyereket már nehezebb fölemelni, mert hát nyilván ez most, amit elmondtál, az egy történetnek jó, de az adott helyzetre kellene kitalálni. Persze. Tehát te sem gondolod, hogy ez egy minta lehet, hogy na, akkor azt kell csinálni, hogy nem csak azt mondom, hogy én igen, nekem értem, az értem, tiltó értem, listám volt, hogy üsse, mert az én neveltetésem az úgy jött végig, hogy végigütöttek, és akkor ez így
Hát Na én most ezt meg kell nem. mondjam neked, hogy én egy nagyon pacifista ember vagyok fizikai értelemben, nagyon szarkasztikus tudok lenni beszédben, de néztem ezt a videót, akkor eszembe jutott, hogy megkezdem a fiaimat, hogy kaptak-e pofont, vagy valamit. Tehát, mert nem tudom elképzelni, őszinte legyek, de azért nem vagyok egész biztos benne, hogy nem volt egy pofon valahol, tehát úgyhogy meg fogom kérdezni a fiaimat, akik 40 évesek. Én hirtelen haragú vagyok, kos vagyok, azt nem kérdezem meg, hogy nyugodtam, de egyedül is tudok, tehát úgy is tudok, hogy minden, tehát mondani, valami kétszer esik le, vagy nem tudom. De... Én azon már röhögök, mondom, hogy hát persze, Hát hogy lejjebb utána nem én, tudsz másni. nem tudom, hogy nálad van-e ilyen, hogy amikor én ilyen leszek, úgy föl fog menni a diagram, és egy pillanat múlva lemegy. És hogyha valami más természetű ember van, aki itt lassan megy föl, én már nem értem, hogy miért van felhúzva, mert túl vagyok rajta, rég. És nekem ilyenek a gyerekeim, hogy nagyon riasztó számukra ez a lobbanékonyság, vagy a bármi, Ilyennyig tart, és semeddig se tart. nekem fordítanom, de én mindig is ilyen voltam, mindig fordítottam magamat, mondtam, tudjátok, anyátok a kukta, hogyha nem jön ki, akkor itt fogok felrobbanni. És nekem mindig az, hogy nagyon rossz látni, hogy megijednek, úgyhogy én most nem is tudom, majd rákérdezek én is, de évek óta nem üvöltök, amióta így nagy, igen, kézzel, amióta ilyen önazonoska lettem. Ja. Azóta én ilyen suttogósba átmentem, ilyen lovakkal suttogó Nem, vagy. én ez az első üvöltés, ez nálam megmaradt. Tehát nem csak másokon tudok szarkasztikus lenni, hanem magamon is tudok röhögni. Nagyon, sőt, először magamon tudok röhögni. Tehát Igen, csak igen, igen, mit igen, igen. röhögünk egymáson, hát aztán Én ilyen abszolút. öreg déd nagyanyám lettem, aki itt elcsoroszkál, poroszkál, röhög magán. Hát Ágnes, ezt jól elbasztod, ezt jól megcsináltad. Tényleg már csak a macska hiányzik. Nem, nem, nem akarok macskát, nem akarok macskahányást takarítani. Amióta saját terem van, én ilyen növénymentő lettem. És Plant Lady, és beszélek hozzájuk. Hát mondom, déd nagyanyám viszont saját diólikőröm volt, a csoki tojás húsvétra bedugva a lekvárok mellé, csinálom a palántákat a magas ágyásomba. És tényleg tegnap előtt volt ilyen érzetem, hogy az meg déd nagyanyám, a homok is varc mama.